A gimnáziumban már 3 éve működik minősített tehetséggondozó műhely, amelyet a Nemzeti Tehetségközpont támogat. A programnak 3 fő pillére van: mentortanárok biztosítása a tehetségek és tehetségígéretek támogatására, eszközbeszerzési lehetőségek, valamint a programok szervezési költségeinek biztosítása. Emellett az NTK ösztöndíj pályázatán 4 kiemelkedően tehetséges gimnáziumi diák, Bognár Eliza Nóra, Mikó András, Pócsik Bálint és Tal Zsuzsanna nyert el fejenként 150 000 forintos egyszeri támogatást. Megkaptuk a elég részletes kiírást viszonylag rövid határidőre, és akkor én ezt átböngészve kértem a kollégáim segítségét, hogy adjanak javaslatot arra, hogy ki lenne erre egyáltalán alkalmas és érdemes az eddigi teljesítményeit tekintve, illetve a munkáját, hozzáállását. És a 4 diákot sikerült úgy kiválasztanunk, hogy van közöttük képzőművészetben jártas diák, van, aki a természettudományokban, van, aki a matematikában, illetve van, aki a műszaki tudományokban, tehát szinte sikerült lefedni az összes fontosabb témakört. A pedagógus azt is elmondta, a feltételek közt nem szerepelt, hogy a diákok bármilyen versenyeredménnyel rendelkezzenek. Az is fontos, hogy hát egyrészt most a vírus helyzet miatt ezek a dolgok nem nagyon valósulhattak meg, vagy csak, hát igen, online módon. Nem, mert hiszen a tehetségígéretekkel is foglalkozni kell, akinek még nem biztos, hogy van valamilyen kész produktuma, vagy lehet, hogy olyan témakör érdekli, ahol ez nem is releváns. Nyilván egy képzőművész tehetségnél ez könnyebben megvalósítható, mert lehet tárlatot rendezni neki, de mondjuk hogy egy matematikai tehetség maximum versenyen érhet el eredményt, ami már részben megvalósult, de még van lehetőség fejlődni. Mező István elmondta, a gimnáziumban 4 kiképzett mentortanár segíti különböző témakörben a tehetséges diákokat. A jövő év tervei között szerepel, hogy folytatják a már megkezdett programokat, és várják az eszközbeszerzés eredményét környezetvédelem és zene témakörben.